Pest Erzsébet önkormányzatának képviselő testülete evangélikus egyház tiszteletbeli felügyelőjét Pest Erzsébet díszpolgárának választotta. Amikor az zongora tanulmányaimat elkezdtem, a szüleim vettek egy kis minyon Stingő zongorát, azon gyakoroltam, és csak már elvégeztem tanárképzőt, amikor 50-es évek elején egy erzsébeti orgona építőmester, aki egyébként tehát a Zaláfi Aladárnak a orgona javítója is volt, zongora eladása is foglalkozott, és akkor választottam ezt a Bestény zongorát, és azóta játszom rajta. Hát egy értékes hangszer. Mennyit gyakorolsz így naponta? Hát most, hogy nyugdíjas vagyok és ráérek, elüssem a szabad időt. Délelőtt mindig úgy 2 óra, 2 és 1/4 órát gyakorolgatok ebédig. Elsősorban mindig azt gyakorolom, amit a rákövetkező vasárnap fogok orgonán, illetve hát előre is gyakorolok mindig a nehezebb műveket, hogy hát az utolsó pillanatban kelljen itt összekapni. A másik pedig az, hogy hát új darabokat próbálok betanulni. A harmadik pedig hát, hogy régi műveket előszedem és azokat felújítom. Családban volt-e még muzsikus? Hát hivatásos muzsikus nem volt, de mondjuk a apám is, édesapám is, meg a nagyapám is harmonikázni tudta. De hát ugye nem tudatosan játszott apám, tehát nem kottából, hanem úgy hallás után. De néha leült a zongorához, és ilyen nótákat kiütött, mondom, anélkül, hogy hát értett volna bármit is a kottához. A nagyszüleim vidékről költöztek föl még a 1900-as évek elején, úgyhogy a szüleim itt nőttek föl Erzsébeten, én is itt születtem. 10 éves koromig Pestre költöztünk be, mert édesapám sofőr volt annak idején, és ott kapott tálást és szolgálati lakást. 1933-ban, amikor ide kiköltöztünk, akkor ez egész másképp nézett ki. Csupa homok volt az egész. Úgyhogy reggelenként, mikor jártunk iskolába, itt jártunk át mindig, de jóforma mire átértünk a túlsó utcához, a Kendekanot utcához, akkor már cipőt kellett pucolni, mert a borba olyan piszkos lett a cipő. Tehát 1933-ban költöztünk vissza ide Erzsébetre, a családi házba, azóta is ott lakom. És akkor kezdtünk ide a gyülekezetbe járni, rendszeresen minden vasárnap itt voltunk az Isten tiszteleten. Kezdetben még ifjúság Isten tiszteletek is voltak 8:30-kor. Igen. Az megszűnt. Az biztos, arra biztos emlékszem, hogy délután Isten tisztelet is volt vasárnap délután. 3 órai kezdett el. Falvai nagy tisztető idejében általában én választhattam, hogy mi legyen a vasárnapi ének. És akkor ugye fölmentem, kerestem hozzá meg az előjátékot. Mostani lelkészünknél viszont előre megkapom így hosszabb időre az énekszámokat. Ez a legjobb, mert akkor jobban tudok előre tervezni. Hát ugye, amikor kiválasztom az éneket, akkor körülbelül megvan az elképzelés, hogy mi a legideálisabb hangszín. Ha hosszabb darab és közbe váltok, akkor azt be szoktam írni általában. De ha túl sok regiszterváltás nincs, akkor azt nem írom be. A 70 év alatt mindig játszottál a főének előtt egy nagyobb darabot? Mindig játszottam valamit. Hát volt, amikor rövidebbeket, volt, amikor hosszabbakat, de mindig játszottam előjátékot.
sőt körülbelül a 1960-as évek végétől fölírom, hogy melyik vasárnap mi volt az előjáték, úgyhogy az pontosan vissza is tudom keresni. Valahogy a szükség egyszer úgy hozta, hogy nem volt egyházfi, és akkor mondtam, hogy hát majd én akkor harangozok, és attól kezdve aztán egy rám ragadt. Hát ez körülbelül 30 éve lehet. Hát nem nagy dolog, ugye egy pici kis ritmus érzékkel csak hozzá, és az elején az indítás meg a vége, ahol nagyon több figyelmet kíván. Kezdetben még a Tea délukánokon szerepeltem, általában bátyám hegedült, és én harmónium kísértem őt, de volt, hogy önálló harmónium számokat játszottam, vagy esetleg a korálokat kísértem a Tea délutánokon. Hogy akkor még nem volt motor, hanem fújtatni kellett az orgonát, és akkor még mi fiatalok nagy megtiszteltetésnek vettük, hogy egyáltalán fújtathattuk az orgonát. Aztán 1938 őszén az akkor ideiglenes kántor, Veperdi Ernő Sopronba ment föl a tanítóképzőbe folytatni a tanulmányaim. Hát így kerültem először ide az orgona mellé, végigjátszottam az egész istentiszteletet első alkalommal életemben. És akkor jött hitten a felkérés, vállaljam én el az orgonista teendőket, így kerültem ide. 1938. október 2. istentiszteletem már hivatalosan, mint az Erzsébeti Egyháznak a orgonistája muzsikálhattam, sőt még fizetést is kaptam, 25 pénzt annak idején. Hát ugye, mint diák, az nagyon jó. Jött zseppénznek. Elente csak manuálval készen játszottam, aztán közben ugye természetesen sajátítottam a pedáljátékot rövidesen, úgyhogy attól kezdve hát azt pedálhoz is tudok már. Leérettségiztem, utána a Zeneakadémiára mentem, ott két diplomát szereztem, először a zongoratanári diplomát, utána pedig 1950-ben a középiskola énektanári diplomát szereztem, és miután már önálló keresettel bírtam, akkor lemondtam a mindenféle tiszteletdíjról, és attól kezdve a teljesen szolgálatként végzem a feladatomat. Azóta telt múlt az idő, és 70 év eltelt, és még mindig itt ülhetek Isten kegyelméből a padokon. Szeretettel köszöntöm Bence István testvérünket 70 éves kántori szolgálatának ünnepi hangversenyén a megjelentekkel együtt. 70 évvel ezelőtt az az orgonadarab szólalt meg a kis 15 éves Bence István testvérünknek a muzsikájával, ami most az előbb elhangzott. Istené legyen ez itt a dicsőség, és én most átadom a szót a karnagyúrnak. 1948 és 58 közötti igatokat böngésztünk, keresztapámmal együtt, és néztük, miket énekeltek ők annak idején, és csodálkozva láttam, hogy legalább a felét azoknak a műveknek, amit annak idején ők elénekeltek, azt mi is a kelenföldi kórussal az elmúlt évtizedekben már énekeltük. Így állt össze ez a mostani program. Egy időben ugye gyülekezetnek voltam a másodfelügyelője, aztán később a felügyelő is lettem egy rövid időszakig. De hogy magától jött, hogy kellett ugye istentisztelet után az offertóriumot összeszámolni, hát akkor segítettem számolni, vezettem az offertóriumos könyvet, aztán megszámoltam, ugye mivel itt fönn a kórusra lehetett látni a létszámot, mindig a létszámot tudtam megszámolni, beírtuk azt is a könyvbe. Jó,
Mi szeretnénk átadni a gyülekezet nevében tanár úrnak, Pista bácsinak, kántor úrnak egy plakettet, amin ez az orgona van. Sebessén Benedek művész úrnak az alkotása, úgyhogy most már otthon is gyakorolhatsz orgonán, Pista bácsi. Én is örülök, hogy olyan itt a pillanatot élünk meg, amikor a kántor nem csak hallható, de látható is. Kántornak lenni ez az alázat szolgálat, akik ezt végzik, tudják, mit jelent. Köszönjük Pista bátyám és engednek, hogy ezzel az orgonától szóló könyvvel kívánjuk sok áldást, a folytatáshoz. Köszönöm Istennek téged, ő tartson meg és őrizzen meg. Amikor a zongora tanári diplomát megszereztem, a kütecsejbeli zeneiskolai munkaközösségben voltam zongora tanár. 57-től kezdve a Lázár utca iskolában lettem énektanár, és hát onnan mentem nyugdíjba. De közben azért mindig volt valami mellékfoglalkozás, és vagy a helybeli zeneiskolának voltam félállásba tanára, vagy volt egy időszak, amikor a Postásport Egyesület női szakosztályának voltam a zongora kísérője. Mindenütt igyekeztem mindig helytállni, becsületesen dolgozni, soha nem piszkáltak engem, tehát a legvéresebb, legvadabb időkben is nyugodtan orgonálhattam, soha senki nem piszkált. Egy alkalommal jön az egyik kollega, a Lázár utca iskolában volt a történet, hogy nagy lelkesen, hogy Pista, javasolta magát az igazgatónak, hogy vegyük föl pár tagnak. Az igazgató azt mondta, hogy hát nem lehet, mert a Pista az a templomban harmonikázik. Igaz ez? Mondom, nem igaz. Így nem lettem pár tag, de nem hazudtam, mert azóta se harmonikáztam a templomban még. Életed nagy részét órában is kifejezve itt töltötted ebben a templomban. Milyen különleges ittlétek voltak, ami ezen a 70 éves jubileumon egy emlékezetes? Eddig a gyülekezetnek 6 barókus lelkésze volt. Az első volt ugye Falvai Jenő, aki hát elég korán meghalt. Egy évig szolgáltunk vele együtt, utána 5 barókus lelkésznek az iktatásán orgonálhattam. Ez talán az egyik érdekesség. A másik, hogy a nagy ünnepeket figyelembe véve egyetlen egy karácsony maradt ki, mert Szenteste lázas lettem, 40 fokos lázas lettem, úgyhogy karácsonykor nem szólt az orgona, csak aztán új évkor szólalt meg, de egyébként az összes nagy ünnepen mind végig orgonáltam 70 év alatt. Volt egy olyan esztendős volt, amikor minden Isten tiszteletet én orgonáltam végig, tehát egyetlen hiányzásom nem volt. Hát egyszer volt olyan esküvő, hogy vártunk, aztán utána 2 óra hosszat vártunk, és nem jöttek, hát hazamentünk. Volt-e álmod az, hogy esetleg az orgonát itt fejleszik, vagy inkább azon igyekeztél, hogy ebből a kicsiből mindent kihozni? Fiatalok koromban örültem volna azért, hogyha lett volna a gyülekezetnek lehetőség egy nagyobb orgonát beszerezni. Most meg majd összenőttünk, most már örülök, hogy ő is megszólal, meg én is még megszólaltathatom. Szóval most már nem várnék egy, majd remélem az utódomnak aztán lesz egy nagyobb és jobb hangszere.